Szólítom. A piros sarokba. Horváth Márk Uniobox Team. És tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom a kék sarokba. Szárcia Nikola Kelsi. Itt van már Horváth Márk, Szárcia Nikola Kelsi, ők közé pedig ebben a pillanatban lép be a szorítóba. A nemzetközi rutinnal is megáldott versenyző. Itt látható a képem. 64 kg-os összecsapás, a mai napon az ötödik, súlycsoportban pedig a harmadik selejtező bunyót láthatjuk. Nem sokára jövünk is az első menettel. Szorítóból következik az első menet. És jön is az első menet. Horváth erőteljesen neki indult. Szárcia nem az az ilyen idős típus. Szép feltartó balos volt Szárciától azt a kutyafáját, és mindjárt az első pillanatban egy bal csapatban csúnyán belenézett Horváth. Rá is kell számolni. Ez a gyakorlatilag nem azt mondom, hogy fejetlen előrerohanás, de ez a dinamikus előrerohanás megtette a hatását. A védekezés nem sok volt, hogy biztos, hogy óvatosabb lesz. Szárcia nyúlánkabb, ruganyosabb fiatalember, magasabb is, tehát neki magasabb az, de hosszabb az ütőtávja. Figyelmezteti a játékvezető, hogy ne üssön ő alá. Gyönyörűen megfogta Horvátot, nyert az első másodpercekben. Összességében azért ez Horváthot nem fogta meg annyira, ez látszik rajta. Talán inkább némi elcsúszás is volt abban a függetlenül rettentő erejű ütésben. Belharcba torkolott az összekapaszkodás. Most egy picit átvette Szárcia Nikola a kezdeményezést. Hát itt jön a KSI versenyzője, leütötte Horváthot, gyönyörűen talált jobbal, megint számolni kell Horváthra. Szárcia jobb egyenese, telibe találta Horváth állkapcsát, állcsúcsát. És mehet tovább. Nem, hát ugye második rászámolás volt. Az első idő előtt befejezett találkozó volt ez a mai nap, az ötödik, az első menet derekán. Miután Szárcia Nikola kétszer is úgy találta a Horváth Márkot, hogy számolni kellett rá, mind a kétszer rendkívül tisztán. A mérkőzés vezető beszüntette a találkozót, így. Hát csak, hogy folytatódjon a statisztika, nem, hogy megszörjön. Megint a kék sarok lett a győztes. Az a Szárcia Nikola, ahogy mondottam, a nemzetközi tapasztalatokkal is megállott KSI öklöző. Maga biztosan az első menetben nyerte az összecsapást. És megy tovább a következő körbe. Tisztelt hölgyeim és uraim, az első menetben döntő fölénye győz. A kék sarokban Szárcia Nikola, KSI. Hát a győztes Szárcia Nikola. Hát ez gyorsan lement.